Köszöntöm a kedves nézőket, és hát a kedvetleneket is. New Yorktól Újlipótvárosig, Tiszaeszlártól Tel Avivig. Ez itt az Echo, a magyarság visszhangja, magyar vidékeink televíziója, és benne a világpanoráma. Sok-sok üzenet, levél jött önöktől az elmúlt két adás után, amelyek nemzeti sorskérdéseink egyik legkényesebbjével, telepítéspolitikánkkal foglalkoztak. Vészes elfogyásunkat önerőből kellene megállítanunk több gyermekes magyar családokkal, illetve a nemzet aranytartalékával, a Kárpát-medencén kívül került magyarjainkkal, rokon népekkel. Szóba kerültek a csángók, akiket persze szigorúan önkéntes alapon, de Magyarországra hívhatnánk, segíthetnénk nekik letelepedni, munkához jutni, magyar emberhez méltó életet élni. Hiszen ahol most élnek, az eltűnés, beolvadás fenyegeti őket. És hát ne Olaszországba csámborogjanak jobb megélhetésért. Sok-sok önzetlen hazai támogató jelezhetné, fontos neki a magyarság megmaradása. Például Budapest szélén és környékén óriási lakóparkok terveződnek vagy épülnek, sőt jó néhány már föl is épült. Mi lenne, ha a lakóparkok kihasználatlan kapacitásait, az eladatlan, eladhatatlan lakásokat az építtetők, a megrendelők önként felajánlanák e nemzeti ügy, magyar testvéreink betelepítése céljára? Nemes gesztus volna, a haza örökké hálás lenne érte. Vegyenek példát azokról a magyarországi zsidó lócsiszárokról, akik 1848-ban Kossuth fölhívására rengeteg lovat összeszedtek a magyar honvédsereg számára. Nem ingyért, de nem is felárral. Meg is büntette ezért a hazafias lókupeceket elfajzott osztrák hitsorsosuk Hajnau, a fattyúból lett hóhér. Kedves íróm Ötvös Károly jegyezte le a magyarországi zsidó kereskedők 48-as nemzetpárti munkásságát. Íme ez a követendő példa, mert lehet szeretni, támogatni is a magyart. A haza mindenek előtt, ha pedig mégsem, akkor haza mindenek előtt. Milyen kifejező is a magyar nyelv, egy név elő mennyit jelent? Nézőink közül többen is felvetették, a magyarság keleti elemeit erősítendő, miért nem a velünk rokon ujgurokat hívjuk meg. E nagy nép, amely láthatóan nem érzi jól magát Kínában, csak a javunkra válhatna idehaza. Bizonnyal sok ujgur szívesen válna magyarrá a boldogabb élet reményében. Más nézőim a budapesti, vagy inkább a butapesti bevándorláspolitikát kifogásolják, amely nem is olyan buta, nagyon is rafinált. Többen megjegyezték, hogy miközben például Magda Marinkó szerb sorozatgyilkos és Szeva bácsi ukrán maffia vezér rendkívül gyorsan megkapta a magyar állampolgárságot, hogy attól kezdve már magyar iratok birtokában művelje, amit művelt. Nos, addig becsületes magyar emberek a Délvidékről, Kárpátaljáról, Erdélyből, Amerikából csak nagy nehézségek árán, sok-sok év várakozás és megaláztatás után kaphatják meg a magyar állampolgárságot. Noha magyarnak szülte őket az édesanyjuk. Ez lenne a baj. Pedig sokuk vagy a szüleik eleve magyar állampolgárok voltak Horthy Miklós felszabadító hadműveleteinek köszönhetően. Magyar alázd meg magyart, magyar foszt meg magyart a magyarságától. Idegen elemek, gyilkosok, börtöntöltelékek magyar állampolgárságot szerezhetnek, a magyar embereket pedig meghurcolják ezért. Hát ennek véget kell vetni. Június 4-én délután 4:30-kor a trianoni szégyen órájának és napjának 90. évfordulóján június 4-én ne gyásznapot tartsunk, hanem legyen ez igenis örömünnep. A magyarság újraegyesítésének kezdete, minden magyar egységes állampolgárságával és szavazati jogával. Mert már nem is megmaradásunk a tét, hanem inkább fönnmaradásunk. Megmaradni lehet alul is, pária sorban tengődve, saját hazájában megalázott helótaként, szabadőseink földjén rabszolgasorban, hogy aztán szolgaföldben nyughassunk. Szegény Petőfi, ezért adtad életedet?